Az orosz háború miatt hanyatló ukrán gazdaság a szövetséges országok támogatásának köszönhetően gyorsan talpra áll, hangsúlyozta Oleh Ustjenko, az ukrán elnök gazdasági tanácsadója a TV Maraton adásában. A tisztviselő elmondása szerint a döntő ösztönzők a szinte az egész világgal kialakított vámmentes kereskedelem és a befagyasztott orosz eszközök Kievnek való átadása lesz. Ustjenko elmondta több mint 300 milliárd dollár ebből az alapból már ukrán Nájé. Folyamatban vannak a jogi eljárások, hogy ezeket az ország újjáépítésére fordítsák. Az elnöki hivatal képviselője elmondása szerint az orosz invázió okozta közvetlen kár már körülbelül 650 milliárd dollár, közvetetten pedig több mint egy billió. Usztyánkó kommentálta az üzemanyag kapcsolatos helyzetet. Elmondása szerint az üzemanyagárak a közeljövőben emelkedni fognak, ami lehetővé teszi, hogy a kormány több üzemanyag szerezzen be és megoldja a válságot. Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank korábbi becslése szerint Ukrajna GDP csökkenése 2022-ben 30 lehet, ami jóval rosszabb a bank márciusi előrejelzésénél, ami 20 os visszaesést jósolt. A többszörösére növekedett áprilisban a Rail Cargo Logistics Hungary szervezésében vasúton továbbított ukrán gabona magyarországi tranzitforgalma az elmúlt év azonos időszakához képest, áll a vállalat közleményében. A tájékoztatóban kiemelték, idén az első negyed évben a társaság szervezésében 41 ezer tonna termény érkezett Ukrajnából. Június végéig további 85 ezer tonna feladását jelzik előre. A szállítások további növelésének csak az átrakási kapacitás, valamint a rendelkezésre álló vasúti kocsik száma szabhatárt. A fekete tengeri kikötőket érintő útvonal kiváltása miatt ukrán részről akár évi 5 millió tonna gabona magyarországi továbbítására is lenne kereslet. A cég jelezte anyavállalatával, a Rail Cargo Gruppal közösen azon dolgoznak, hogy eleget tegyenek a megnövekedett igényeknek. Az Európai Bizottság bejelentette az MSCA for Ukraine program elindítását, amely a lakóhelyüket elhagyni kényszerült ukrán kutatóknak biztosít támogatást, hogy folytathassák munkájukat. Számolt be Bocskor Andrea Fideszes EP képviselő közösségi oldalán. Az MSCA for Ukraine program része az EU válaszának az ukrajnai háborúra, egy gyors fellépést kínálva a háború elől menekülő kutatók támogatása érdekében, segítve Ukrajna kutatási és innovációs rendszerének, valamint a tudományos kutatás szabadságának védelmét. A kezdeményezés 25 millió eurós költségvetésű ösztöndíjat biztosít ukrán doktorjelöltek és posztdoktori kutatók számára, hogy folytathassák munkájukat az Európai Unió tagállamaiban és az Unió Horizont Európa nevű tudományos programjához társult országokban. A rendszer azt is lehetővé teszi számukra, hogy amint lehet, visszatérjenek Ukrajnába és hozzájáruljanak az ország kutatási és innovációs kapacitásának újjáépítéséhez. Bocskor Andrea bejegyzésében kiemelte, Magyarország üdvözli ezt a kezdeményezést. A háború következtében lerombolt utak helyreállítása 3-4 évig tarthat el. Feltételezhetően az újjáépített autótak kényelmesebbek és biztonságosabbak lesznek. Becslések szerint az orosz agresszió 900 milliárd kárt okozott Ukrajna közúti infrastruktúrájában. Számodba az RBK Ukraina Andriy Ivko az Ukrávtodor első helyettesének tájékoztatójára hivatkozva. Három-négy év alatt, ha biztosítva lesz a szükséges anyagi forrás, mindent helyreállítunk. Nincsenek kétségeink, tudjuk, hogyan kell csinálni, tudjuk, hogyan kell jól és gyorsan. Ha megkapjuk az engedélyeket, akkor a hét minden napján, a nap 24 órájában dolgozni fogunk, jegyezte meg Ivko. Az Ukrzaliznicad nyilvánosságra hozta az evakuációs vonatok menetrendjét május 11-ére. A társaság egy újabb Pokrovsk-Dnipro-Lviv járatot ütemezett be, számolt be az RBK Ukrajina az Ukrzaliznicára hivatkozva. A vasotársaság egyben felhívta a figyelmet, hogy a vonatok indulási és érkezési ideje változhat. Az aktuális menetrendről szóló információ a társaság honlapján található.